Na, szevasztok! Hát máma megint ilyen elég furfangos időjárás volt. Reggel kék ég, 9 órakor elkezdett szakadni. 4 óra van, most fejezte be. Én is most jöttem vissza bevásárlásból, mert elmentem, úgy voltam vele 2-kor, hogy vetnem kéne, de hát szakadó esőbe dörög az ég, villámlik, csak nem állok neki vetni. Úgyhogy elmentem. Kertészeti boltokban nem szabad nekem járni, úgy döntöttem, mert jaj, azonnal elköltettem egy halompénzt. Viszont nem vettem hülyeségeket. Megjött a bioföldem, 1500 kiló, hát most 50 euró volt, szóval normálisan egy zsákkal lehet megvenni ezért, 10-12 euróért. Szóval mondtam apósnak, hogy ez most egyelőre elég, viszont tavasszal kell majd még egy ilyen adag. Azért hozattam ide be, vagyis ott azért lapátoltuk ide be, hogy a csigák véletlenül se menjenek be, mert ez olyan föld, ami majd bizonyos palántákat és olyan növényeket akarok belerakni, amik steril földbe kell, hogy kerüljenek, hogy véletlenül se legyen, mit tudom én, csalánt mellette, vagy bármi hülyeség nőjön ki, vagy te legyen csiga tojással, meg ilyesmi. Amit még vásároltam, 2 maltaros ládát. Az érdekessége ennek az, hogy egy ilyen maltaros láda kerül 6,50-be vagy hogy, és ugyanekkora, ugyanígy néz ki, csak piros, másmilyen a teteje, szóval nincs ilyen fogója, hogy arrébb tud rakni. Az virágos ládának hívják, és 40 euró. Szóval érdekes, hogy ugyanaz a materiál, szóval ugyanaz az anyag, ugyanakkora a mérete, minden, csak annyi a különbség, az egyik malteres fekete, a másik piros, virágos, bum, van közte 35 euró különbség. Na, mit vettem? Inkább ezek az érdekességek, nem tudom, mit láttok megint, szóval csapdák ezek, feromon csapdák. Szóval vettem ebből 2, az egyiket felteszem a 3 almafa közé, ezt külön megvettem hozzá, ezt a ami oda csalogatja, egy ilyen csomagolásban van 2, akkor erre az évre megvan ez, és akkor az almákban nem lesznek húsdarabkák. És akkor vettem még egyet, ez pedig a szilvafához való. No, látjátok ezt a kis bigyót itt? Ebben van benne ez a feromon. És ezt csak ide rá kellett húzni. Most pedig az aljába rakok vizet, és felrakom a fára. Inkább megmutatom, hogy hogy működik. Hogyha valaki ilyenbe fog, akkor tudja. Na, úgy döntöttem, mivel itt van 5 almafa egy csomóba. Szóval eléggé közel egymáshoz itt van ez a nagy. Aztán a fiatal, az öreg, és a sufni mögött ott van még egy. És mutatom mindjárt, csak fáj a lábam. És akkor itt vannak még az almafák. Szóval nem is több van, mert ott van 3, 4, 5, 6, 7 almafa van egy csomóban. Tehát úgy döntöttem, hogy ide rakom erre a kicsire. 50 méteres körzetben működik. Tehát szerintem ide rakjam, vagy a nagyra? Ide rakom a kicsire. Ide fogom felrakasztani. Vizet már raktam bele. Nem tudom. A szél lesz, nem lesz túl hosszú. Próbálom egy kicsit stabilabbra csinálni, hogyha szél fúj, akkor ne lökje le.
Na. Szóval... fel van állítva. Így néz ki, nagyon jól látszik, hogy víz van az aljába. És kész is. Szóval a szilvafára erre tettem fel, ott mögötte van egy, még egy szilvafa, és hát az 50 méteren lehet, hogy nincs már belül teljesen, de ott kint van még egy szilvafa, amit belevágott pár évvel ezelőtt a villám. Szóval itt három fa van együtt, ezekhez lett rakva. A feromon csapdákról még annyit itt hozzátennék, hogy szóval hozzáteszem még a feromon csapdákhoz, hogy nem lehetetlenség a biológiai védekezés, mert hogyha elmész a boltba és vesz egy bio almát, vagy egy körtét, vagy bármit, ilyen gyümölcsöt, akkor rájössz, hogy nincs benne kukac, tehát van megoldás. Jó, sokan lustaságból, vagy mit tenni, mi olcsóbb. Hát persze, a méreg olcsóbb, az életed az viszont nem lehet pénzzel mérni. Jó, tudom, kaptam már ezért, hogy ha jól csinálod, nem mérkezed le magad. Persze, ha jól csinálod, nem mérkezed le magad. Azt azért hívják mindig vissza az élelmiszereket a boltokból, hogy hú, túl mérgező, ez van vele, az van vele. Persze, hát azok is jól csinálták, csak aztán mégis. Szóval, akit ez nem érdekel, az hagyja, az csinálja magának. Akit érdekel, az meg tudni fogja így is, úgy is. Szóval a feromon csapdák az van sok fajta. Szóval, akinek nagyobb gyümölcsösökkel foglalkozik, ajánlom, hogy vegye meg azt a fajtát, amit Magyarországon sajnos csak nagy gyümölcsösöknek árulják. Mert akkor a méretekbe találtam tavasszal, amikor kerestem, hogy tényleg nagy gyümölcsösöknek fizethető, nekem nem. Vagyis nincs rá szükségem több 10 000 darabra. Szóval arról van szó, hogy mindenféle bogárnak, amik csapatostól jönnek, és általában mindig ugyanabban az időben jönnek, és gyümölcsfák, a gyümölcsére támadnak, szőlőre. Tudomásom szerint szinte mindegyikre van egy feromon csapdamán. Magyarországon a Budapesten, pontosabban mondva a Szent István Egyetem, az egy ilyen mezőgazdasági egyetem, aki nem tudja, vannak is saját bio-öko kertje is. Szóval az egy tényleg jó egyetem. Oktat biológiai védekezést is, szóval biológiai kertészetet is oktat, és ők, nekik van egy ilyen csapatuk, egy ilyen, mit tudom én, 15 fős csapat, tavasszal beszélgettem velük, szóval e-mailt váltottunk. Ők fejlesztenek ilyen feromon csapdákat, szóval a interneten, hogyha elkezdek keresgélni, előbb-utóbb rá fogsz jönni, vagy rá fogsz találni erre az oldalra. De mondom, keres újra, hogy Szent István Egyetem, és pif-paf, rájössz, hogy ők, vagyis megtalálod, hogy árulnak, sőt, náluk megrendelheted ezeket a feromonokat, hogy milyen bogárra kell, mekkora területre, és ilyeneket megadod, és akkor úgy küldik neked a feromont. Mint mondottam, a csapdák azok általában évekig használhatók, csak ezek a kis kapszulákat kell kicserélni, vagy amit éppen adnak hozzá. Szóval nem tudom, hogy ők papírt adnak, mert van-e papíros megoldás, szóval van sokfajta. De amit még hozzátezek, 100%-os védelem nincs. Ha permetezel, akkor sincs, mert én tavaly láttam egy filmet, ahol valaki... Tudom, hogy permetezik, mert azt is mutogatja állandóan, hogy milyen jókat permetezik. Szóval
Pernod ezt egész idő alatt a krumpliát is szét volt rohadva, szóval az én krumplim, amin még életében nem látott permetet, az sokkal szebben néz ki, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindenre van megoldás. Csak éppen semmi, nem 100%-os. De ezt ne is várd el, hogy 100%-os védelem legyen, mert ez nincs. Na, szóval ezek a feromon csapdák úgy működnek, hogy most ez úgy van megadva, hogy 50 méter egy ilyen kapszula. Természetesen rá van írva, hogy gyéríti az állományt. Nem fogdos össze mindent. Ez ugyanolyan, mint a sörcsapda a csigáknak, aminek épp útjába esik, abba beleesik, vagy az beleesik, ami 2 centivel arrébb megy, az már leszarja a sörödet. Szóval 50 méter egy ilyen csapda jó. Természetesen, hogyha egy kicsit biztosra akarsz menni, vagy neked a nagyon nagy a károd minden évben, és nem tudod a megoldást, akkor ajánlom neked, hogy egy évben költsél rá, vedd meg a csapdákat. A feromont, amit hozzá kell venned minden évben, az elenyésző. Tényleg, az elenyésző. Szóval 6 euróba kerül nekem egy ilyen feromon, és abból kapok 2, szóval egy egész évesre a védelem ott van, abban a csapda nélkül. Szóval az elsőt, hogyha kiteszem áprilisba, akkor a következőt kiteszem a második ciklusnál, mert ezek a rovarkák 2 ciklust élnek át egy nyáron, és akkor úgy kell kiraknod, hogy a második ciklust is elkapd, és akkor jövőre jóval kevesebb lesz neked a károd, még akkor is, ha nem csapdázom. Viszont ha te minden fára kiteszel egyet, akkor mondhatni, a károd elenyésző lesz. Persze, költeni kell rá. A permetlevet is meg kell venni. Szóval. A védekezés nélkül még a biológiai... Szóval a biókertészet az nem arról szól, hogy nem permetezünk, meg nem védekezünk, hanem másképp védekezünk. Permetezünk, mink is csak biológiai szerekkel. De védekezés van, szóval ez a biológiai kertészet, ez nem újdonság. Jó, tudom, sok embernek ez újdonság, de szóval ezekkel, ilyen módszerekkel már nagyon régóta kísérleteznek emberkék meg. Azért, hogyha úgy nézzük az ősapáink, mikor még, mit tudom én, a háború előtt még nem volt nagyon divat, hogy hát permetezzünk mindenféle szélszarral. Általában szerintem még nem is voltak ilyen izék, ilyen gyógyszertárak, meg mit tudom én, még ilyen gyárak, akik csak permetszert gyártottak. Akkoriban is. Akkor megvolt már a biogazdálkodás, az ökológiai rend megvolt, és úgy termelték meg a növényeket, hogy házi patika. És most is megvannak ezek a házi patikák, viszont vannak már ilyen új dolgok, mint a feromon csapda. És használjuk ki. Én azt mondom, használja ki mindenki ezt a lehetőséget, mert én a fáknál ez a fő védelem, az egyik az, hogy lekenem a fák törzsét, így a hangyák és mindenféle kúszómászó bogárkák nem jutnak fel a fára. Ez nálam az egyik fő védelem, de ezt még tényleg még a fagyuk elmúlásával az első jó időben kenem fel. Mivel elég sokan a nézőink közül, soha elég sok emberrel társalgok, és benne vannak a Facebookos csoportban is, így elég gyorsan kiderült, hogy ez a papíros megoldás nem teljes 100%-os. Meg sok mindent mondtatok, mikor én már az idén másodjára mutattam, hogy van ez a szer, kenjétek-e vele, szerezzétek be, mert sokkal jobb bárminél. Akkor jött azért elég sok minden, hogy mit tudom én, ragacs, patkány ragacs, meg így tudom én, szóval elég sok mindent mondtatok. Aztán a végén csak az lett, hogy aki megrendelte ezt a kenő kenceficét, 2 emberről tudok, aki biztos, hogy megrendelte, vagyis megvette, ők megvannak ebben 100%-on elégedve ugyanúgy, mint én.
többiek, amik papírt raktak fel, meg ilyenek, azok meg szívják a fogukat, hogy milyen szar. Ez az egyik, mondom, fő védekezés, a másik pedig az, hogy sárgalapok, az nem arra találták ki, tudom, már kommentben megkaptam, hogy Magyarországon az van ráírva, hogy azért vannak a sárgalapok, hogy meg tud számolni, hogy mennyi, meg milyen fajta kártevők vannak a kertben. Nem, nem arra lett kitalálva, a sárgalap azért lett kitalálva, mint minden más biológiai szer, hogy gyérítsed azokat a kártevőket, amik rámennek a sárgalapra. Most vannak más színű lapok is, amit szeretnek, más rovarok van, fehér van, kék, de a sárgát szinte majdnem minden rovar szereti. Az általában azt jelenti a sárgalap ezeknek a rovaroknak, hogy az áldozatuk a gyümölcs fél érett, és ilyenkor a leggusztusosabb már belemenni, belefúrni, belerakni a petét. Szóval valami ilyesmi nekik a logikájuk, azért mennek a sárgára, hogy a kékre miért, nem tudom, lehet, hogy azok a színvakok, akik a kékre mennek, a fehérre meg a mit tudom én ki. Szóval a fehérre meg a feketék, vagy a feketék mennek a fehérre, mit tudom én. Na, szóval vannak több színben is, de nem, nem tudom, hogy Magyarországon miért írták rá a csomagolására, hogy gyéríteni, meg számlálni, mit számlálni. Hát nekem ott van a sárgalap, amit kitettem a földi bolhák ellen, egy nap alatt úgy tele lett, hogy ki lehet cserélni. Szóval mit akarsz azon számlálni? Azon már nincs mit számlálni. Azt már csak írtani tudod, ott már számlálni felesleges. Szóval amúgy is biológiai védekezésről van szó. Most, hogyha megszámláltad, hogy neked egy sárga lapon, mit tudom én, 10 000 van, akkor mit értél vele? A biológiai szereknél nincs ráírva, hogy mit tudom én, 100 000-es egy káposztán van 100 000 bolha, akkor mit tudom én, 20 milliliter ez, meg 10 liter víz kell hozzá, ez hülyeség, ilyen nincs, nem is értem, szóval ez megint egy rossz fordításnak a következménye lett szerintem, valaki rosszul fordított ezt a sárgalapot, már én 10 évvel, már több mint 10 éve ismertem Németországban, és ott volt egy ilyen, hát ilyen kertesházba laktam, és ott használtuk már akkor, szóval ez nem egy újdonság, de soha nem használtuk arra, hogy számoljuk a bolgarakat. Na szóval ez van, mint második, nagyon jó védelem, és a feromon csapták. És ennyivel ki is fújt így a fáknak a védelme, amit én tudok. Hát még vannak olyanok persze, hogy nützling, szóval nützling mi az? Vannak a jófajta bogarak, és ha tényleg valamiből nagyon sok van nálad, akkor még, de az eléggé pénzes dolog. Szóval, hogyha odáig eljutottál, hogy már arra van szükséged, akkor valami nem stimmel a kertedbe. Akkor nálad vagy nincsenek madarak, vagy mit tudom én, kiirtottad a katicákat, mikor elégetted a avart az ősszel, mert a avarban vannak a katicák, ott telelnek át, szóval valamit nagyon rosszul csináltál, hogy ez a három megoldás nem stimmel nálad, vagy nem működik, és akkor még vannak azok a bogarakák, ezek a picikek is, de tudsz venni katicát, egy fátyolkákat tudsz venni. Szóval olyan bogarakat, amik megeszik azt a csúszómászót, ami éppen neked írtja a termésedet, de ezeket az ilyen dolgokat inkább fóliaház és üvegházba ajánlom, szóval szabad térbe nem sok esélyt adok rá, mert valószínű, hogy mikor kikelnek a katicák, akkor szétszélednek a francba. Viszont egy fóliaház vagy üvegházban nem tudnak elmenni sehova, úgyhogy benn maradnak, és ott lezabálnak mindenféle ilyen csúcsszómászót. Szóval nem azt mondom, hogy csak katicák vannak, hanem van elég sok, nagyon sokféle van, ami megmondod az ilyen. Ez is olyan, hogy mikor rámész egy ilyen kertészeti oldalra, és akkor megnézed, hogy hú, nálad mi van, mi az, ami írtja a termésedet, beírod, hogy erre keresel valami ellenszert, és akkor kinyomja, hogy ez van, és akkor tessék kifizetni, és elég gyorsan működik, mert a petéket, vagy pedig bábokat kapsz, ami általában kinyitod a csomagot, kiakasztod valahová, és napokon belül kikelnek a kis lárvácskák, és már mennek is enni, mert olyankor nagyon éhesek. Na szóval, ennyit a fák biológiai védelméről.
így egyenlőre ilyen kicsibe. Aztán nagyon örülök neki, hogy így este fele kisüt mindig a nap, és egész nap esik az eső. Tegnap berotáltam, és nem bírok vetni. Na jó van. Szóval ennyit erről.